Ki vagyok? Tamási Béla. Mivel foglalkozom? Bőrgyógyász és nemi beteggyógyász vagyok. És miért kezdtem el vlogolni? Egyáltalán minek vlogol egy orvos, vagy minek vlogol egy bőrgyógyász? Na ezt fogom elmondani, meg egy kicsikét magamról is. Üdv, Tamási Béla vagyok, és mentem a bőröd. Most már itt a vlogomban is. Tamási Béla vagyok, Kecskemétről származom. Hello Kecskemét! És 9 éve dolgozom bőrgyógyászként, illetve nemi beteggyógyászként, hogy ez a kettő hogy jön össze, ezt mindjárt elmondom. Jelenleg egy egyetemi bőrgyógyászati klinikán dolgozom, és nemrég nyitottam meg a saját magárendelőmet. A bőrgyógyászat és a nemi beteggyógyászat legalábbis Európán belül egy szakterület, tehát gyakorlatilag minden bőrgyógyász egyben nemi beteggyógyász is. Más kérdés, hogy nemi beteggyógyászattal nagyon kevesen foglalkoznak különböző okokból. Én nagyon-nagyon szeretem a bőrgyógyászatnak ezt a területét, tehát a nemi beteggyógyászatot. Tehát hogyha le kéne szűkítenem azt a kört, hogy én mivel foglalkozom, akkor az az általános bőrgyógyászat, vagy szokták klinikai bőrgyógyászatnak is nevezni, ez a gyógyító bőrgyógyászat. Tehát amikor tényleg bőrbetegségben szenvedő embereket próbál a bőrgyógyász meggyógyítani. Aztán intim bőrgyógyászat, az intim bőrterületeknek a bőrgyógyászata. Ez majdhogy nem egy különálló szakterület, mert az intim bőrterületeknek a betegsége, illetve az ott lévő bőrtünetek nagyon különbözhetnek a máshol lévő bőrtünetektől. És akkor a harmadik terület, az pedig a nemi beteg gyógyászat, azaz a szexuális úton terjedő fertőzéseknek az orvoslása. Körülbelül 4 éve hoztam létre a saját honlapomat, és nem kevéssel utána a saját Facebook oldalamat is. És igazából az volt a célom, hogy laikusoknak, tehát nem egészségügyben dolgozóknak tudást adhassak át, mert szerintem egy orvosnak ez igenis feladata, tehát egy orvos nem csak betegeket gyógyít, vagy részt vesz az egészségmegőrzésben, ugye, hogyha például egy egészséges ember eljön valamilyen szűrővizsgálatra, de szerintem egy orvosnak oktatnia is kell, és átadnia a tudását, és úgy gondolom, hogy az én szakterületem, a bőrgyógyászat és a nemi beteggyógyászat, az erre különösen alkalmas, mert egyrészt a bőrgyógyászat az csak nem mindenkit érinthet, ha csak arra gondolunk, hogy majdnem minden ember használ valamilyen kozmetikumot, vagy odafigyel a bőrápolásra, ez az egyik. A másik meg a nemi úton terjedő fertőzések, mert hát azért valljuk be, a legtöbb ember szexel, és ezek a fertőzések szexuális úton terjednek, és pluszban még ez a szakterület rendkívül terhelt tabukkal, félinformációkkal, és nem beszélünk róla. Nem beszélünk a nemi úton terjedő fertőzésről. Mondjátok meg, hogy mikor hallottatok utoljára, hogy mondjuk a HIV-en kívül valaki beszélt volna a szifiliszről, a gonorráról, a klamídiáról, a HPV-ről, a herpeszről. Ugye, hogy nem? És ezért indítottam el a honlapomat, és a honlapomon belül a blogomat, ahová rendszeresen posztolok különböző bőrgyógyászati vagy nemi gyógyászati témájú cikkeket, és igazából a vlogolást is ezért kezdem el, ez az első videóm, mert úgy gondolom, hogy így face to face, legalábbis virtuálisan, egyrészt hitelesebb az, amit mondani szeretnék, másrészt pedig talán egy picikét jobban emészthetőbb, és hogyha talán te azt látod, hogy egy orvos közérthetően és fesztelenül beszél olyan témákról, ami biztos, hogy egy átlag embert rendkívül feszélyez, vagy akár még nem is hallott róla, akkor talán előre tudom mozdítani azt, hogy ezek a témák bekerüljenek a köztudatba, vagy hogyha legalábbis valakit érdekel, vagy ne talán érintett a témában, akkor könnyen információhoz jusson. Szóval nézd a vlogomat, kövess be esetleg a YouTube csatornámat, még nagyon új, olvasd a blogomat, ami azért már régóta működik, és nagyon sok hasznos cikk fenn van rajta. És találkozunk a következő videómban. Üdv!